A mai sajtótájékoztatót azért tartjuk, mert hétfőn Matolcsy Györgyöt kérdeztem arról, hogy akár a brókerbotrányokon keresztül, akár más jegybankbuktató akción keresztül milyen nagykövetség volt az, milyen NATO szövetséges nagykövetség volt az, amelyik egy jegybankbuktató és kormánybuktató akciót szervezett méghozzá katonai és titkosszolgálati forgatókönyvön keresztül. Nem először kérdeztem, mindig össze-vissza beszélt, és legutóbb azt mondta nekem a parlamentben, hogy Róna Péter is benne volt egyébként ebbe a szervezkedésbe, kérdezte, hogy én ott vagyok-e, hegedűkről beszélt, amit vagy megvásárolt, vagy nem, a Magyar Nemzeti Bank, már azt is tőlem kérdezte, hogy megvette a Nemzeti Bank ezt a hegedűt. Holott én úgy gondolom, hogy mi egy nagyon-nagyon komoly ügyben tettük fel a kérdést. Abban az ügyben tettük fel a kérdést Matolcsy Györgynek, hogy Magyarországnak a szuverenitását, a pénzügyi stabilitását támadta-e valamely NATO szövetséges tagállam, úgy, ahogyan ő ezt állította. Az a válasz, amit ő adott nekem, abban nagyon sok kérdést is tett föl, de bennem is fölmerült egy kérdés, hogy Matolcsy kiszámíthatatlan-e vagy beszámíthatatlan-e? Aki ezekre a kérdésekre nem tud egyenes választ adni, 4 alkalommal 5 féle választ adott ezekre a kérdésekre, ott mind a 2 kérdés felmerülhet, és ebből jutottam én arra a következtetésre, hogy kezdeményezni fogjuk azt, hogy fogadjon el egy olyan jogszabályt a parlament, hogy vizsgálják azt meg, mint ahogyan egy troli vezetőnél, vagy egy villamos vezetőnél, vagy éppen egy légiforgalmi irányítónál, egy mozdony vezetőnél, akik pályalkalmassági vizsgát kell, hogy tegyenek, aminek nyilvánvalóan az is a része, hogy a munkájával járó felelősséget, feszültséget mentálisan képes-e kezelni. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy azoknak a köztiszteletben álló közintézmények vezetőinek, akiket közbizalom kellene, hogy övezzen, de mégis ilyen válaszokat adnak, akkor úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket önálluk is kell vizsgálni, hogyha Magyarország szuverenitása, pénzügyi stabilitása, monetáris politikája, és nem utolsó sorban a gazdaságpolitikája egy olyan embernek a kezében van, aki akkor, amikor arról kérdezzük, hogy támadták-e Magyarországot NATO szövetséges államok, amiről ő beszélt, akkor ő nekem hegedűkről beszél, Róna Péter által szervezett összeesküvésekről beszél, és arról beszél, hogy én magam ott voltam-e ezeken a megbeszéléseken, sőt tőlem kérdezi azt, hogy vette hegedűt a Magyar Nemzeti Bank, akkor bizony föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ezzel a feszültséggel, ezzel a stresszel, amivel jár a Magyar Nemzeti Banknak a vezetése, azzal Matolcsy György mentálisan meg tud-e birkózni. Ezt meg lehet vizsgálni, és mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan döntés született az elmúlt 7 évben, ami nem mindig állná ki az észszerűségnek a próbáját, sőt mondhatjuk, irracionális, észszerűtlen döntések születtek ebben az országban. Ezért a közbizalom, a közintézményekbe vetett bizalom az egészen biztosan most már a béka feneke alatt van Magyarországon, ez a vezetők miatt van, ezért azt fogjuk javasolni, hogy egy ilyen pályaalkalmassági vizsgálatot, amelyik meg tudja azt állapítani, hogy valaki ezzel a feszültséggel, ami egy ilyen munkakörnek az ellátásával jár, azt el tudja látni, ezzel a feszültséggel meg tud-e birkózni, ezt vizsgálni kell, és esetleg felül is kell vizsgálni azt időszakonként. Egy ilyen törvényt be fogunk terjeszteni a parlament elé. Kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ezt tudják-e majd támogatni a kormánypárti frakciók. Vagy abban lesznek-e partnerek, hogy össze-vissza mindenfajta következmény nélkül beszélhessen valaki. Mi nem szeretnénk azt, hogy a magyar monetáris politikának a felelőssége, a magyar gazdaságpolitikára való hatalmas ráhatása a Magyar Nemzeti Bank elnökének, illetve a magyar pénzügyi stabilitás, a magyar pénzügyi rendszernek a stabilitása egy olyan embernek a kezében legyen, aki gyermekek fenekén lévő piros pöttyökről beszél, aki arról beszél, hogy Frey Tamás milyen összeesküvésekről írt könyvet, és nem szeretnénk, hogyha tőlem kérdezgetni azt, hogy vette hegedűt a Magyar Nemzeti Bank. Mi úgy gondoljuk, hogy egy komoly embernek kellene lenni, aki nem mosolyognak Magyarországon, nem mosolyognak a külföldi fórumokon, hanem egy olyan embernek kellene lennie, aki teljes mértékben megfelel annak a felelősségi rendszernek, és tudja viselni azt a stresszt, azt a feszültséget, ami ennek a munkának az elvégzésével jár. Ezt fogjuk mi beterjeszteni, én erről szerettem volna sajtótájékoztatót tartani, és Olajos Mihály fog még mondani egy pár gondolatot. Orvos Matolcsynak!
Üdvözlöm a sajtó képviselőit. Eleinte azt hittem magamra is, hogy Questor károsult vagyok, majd kiderült, hogy a magyar állam károsultja vagyok, de napokban kiderült Matolcsi György nyilatkozatai alapján, hogy igazából NATO szövetségesi károsultként állok most itt önök előtt, és szerettük volna a Matolcsi Györgyel felvenni, mi is már több alkalommal a kapcsolatot, hogy magyarázza el nekünk, hogy ki lesz az a pénzügyi csoport, melyik lesz az a következő pénzügyi csoport, akinek a pénzét majd bekívánja áldozni a Magyar Nemzeti Bank a esetleges következő NATO szövetségesi támadásokkal szemben. Nagyon sok visszáságot tapasztalunk a mai napig a Nemzeti Bank környékén. Azt látjuk mi Kecskeméten, hogy miközben a legújabban kiadott magyar államkötvényt, a tegnap előtt bevezetett magyar államkötvényt, hasonló kondíciókkal árulják a magyar piacon, mint a Questor kötvényeket, ahelyett, hogy Matolcsi György ezeket a kondíciókat felvizsgálná, vagy valamilyen módon korlátozná, helyette azt látjuk, hogy Kecskeméten gőzerővel épülnek az alapítványok, a helyi polgármester és családjának a segítségével. Azért tartjuk aggályosnak, és azért féltjük az államkötvény vásárlókat, mert velünk ez már megtörtént, hogy a jegybanki alapkamat 2,5-3-szorosát kínálták, csak nekünk a Questor cégcsoport, illetve állami kezességvállalás mellett visszakaphattuk volna 30 millió forintig a 100%-ot az ellopott pénzünknek. A magyar állam kötvény kibocsájtója ugyanezt a garanciát kínálja a hitelezőknek, akik a magyar államadósságot kívánják államkötvényen keresztül hitelezni. Mivel a Nemzeti Bank ezt a mi esetünkben nem tartotta elegendőnek, amikor a baj megtörtént, vélhetően joggal feltételezhetjük azt, hogy majd más esetekben se tartja elegendőnek. Ezért felkérjük Matolcsi Györgyöt, állítsa vissza a pénzügyi bizalmat Magyarországon, a Questor és a broker és egyéb banki károsultaknak pedig adják vissza azt a pénzt, amiket elloptak, és ne lehessen az, hogy két év után 220 milliárd ellopott forint után, két év előzetes letartóztatásból maga az elkövető, illetve a kormány, Fidesz kormány kegyeltje, Tarsoly Csaba egy luxus ingatlanba várhassa az eljárásnak a végét. Ezt mindenféleképpen meg szeretnénk akadályozni, és nyilvánvalóan ebből is látszik, kibújt a szög a zsákból, hogy itt Magyarországon, akár a pénzpiacon, akár a törvények, büntetőjog, bíróság, bármit nézünk, itt mindig az történik, amit a magyar kormány akar, ő van ráhatása mindenre. Javasoljuk nekik is, hogy szálljanak magukba, és próbáljanak változtatni ezen a taktikán. Tartsák be ők is, tartassák be ők is a törvényeket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Vissza!